Rózsák a viharban. Készült Rosamunde Pilcher regénye alapján. A forgatókönyvet írta Herbert Kugler és Tom Meyer. Zenéjét szerezte Richard Blackford. Fényképezte Mark Prill. Rendezte Stefan Bartmann. Látod a doktornőt? Lehet, hogy apa olyan rosszul van, hogy nem hagyhatta magára. Miss Atherton. Á, jó napot. Jó napot, doktornő. Örülök, hogy itt vannak. Hogy van az apád? Nem jól. A daganat tovább terjedt. Sajnos már nincs sok ideje hátra. Miért nem ő hívott fel? Attól tartott, hogy nem jön el, ha ő telefonál. Aztán nagy segítség. Nem tehetek arról, hogy tegnap megint el kellett bocsátanunk két embert. Sajnos sosem azt nekik kéne. Jó napot! Viszlát! Mióta kell magának besegíteni a patkolásba, John? Jack értékeli, hogy nyugtató lakhatok az állatokra. Előkészítette maguknak a régi szobáját, Miss Sarah. Köszönöm. Te aztán szép kislány. Ő a hercegnő. Pompás állat lett belőle, nem? Az édesapja magának szállta. Mit kezdenek egy lóval Londonban? Kérem, jöjjenek! Sarah. Tessék. Mr. Atherton, látogatói jöttek. Sarah. Szia, apa. Robert. Jó napot, Mr. Atherton. Jó napot, Robert. Örülök, hogy még megismerhetem. Nem szívesen válok meg Sarahtól. Na igen, de már 3 éve nem jártál itt. Sok dolgom volt Londonban. Még mindig azt hiszed, hogy az én bűnöm, hogy meghalt az anyád. Kérlek, apa. Jöjjön. Hagyjuk őket magukra. Nem az én bűnöm. Veszekedtetek. Anya rettenetesen sírt, amikor elment innen. Láttam az ablakból. Ez nem igaz. Mi sosem veszekedtünk. Csak el akart menni tőled. Végighajtott a parti úton, és túl gyorsan vette a kanyart. Az anyád meg akart halni. Valószínűleg megint volt valakit. A halála engem ugyanolyan mélyen érintett, mint téged. Soha sem érdekelt igazán. Soha sem álltál mellette. Nem akarta a közelségemet. Egyszerűen túl gyáva vagy ahhoz, hogy beismert a bűnösséget. Sarah! Szeretném, ha átvennéd a ménest.
Na igen. Az utóbbi hetekben felhalmozódott pár dolog. Csupa figyelmeztetés. Nem túl rózsás a helyzet. Mr. Atherton az utóbbi időben csak a lovaival törőd. Élhal a lovakért. Örülök, hogy van végre valaki, aki kézbe veszi az üzletet. A lovakat úgyis eladjuk. Minden nap megkérdezte, mikor jössz végre haza. Apa, gyere! Hagyd csak. El akarok búcsúzni tőlük. Ők jelentették számomra az életet. Mr. Atherton eltűnt. Mi? Az egész házban kerestem, de nincs sehol. Ne hagyd meghalnom azzal az érzéssel, hogy minden hiába való volt. Londonban élek, apa. Robert az egyik legjobb ügyvédi irodában szerzett nekem állást. Nem a karriered tart téged Londonban. Az anyád miatt van minden. Azért mentél el innen, mert gyűlölsz engem. Én szerettem az anyádat. Talán eljön egyszer az a nap, amikor elhiszed nekem. Igen, talán. Apa! Apa, segítség, doktornő, segítség! Vigyük vissza a házba. Óvatosan. Csendesen elaludt. A tengerészek úgy mondják, a halál ott lebeg a köt felett. Ki maga? Barbara Harding vagyok. Már nagyon régóta ismerem az édesapját. Green doktornő értesített, de... sajnos túl későn értem ide. Magának is viszonya volt vele. Nem tartja kisé ízléstelennek, hogy most megjelenik itt? Értesítettem a papot. És megnéztem a könyvelést. Az apád igencsak elhanyagolta a dolgokat. Arra kért, hogy vegyem át a ménest. És te nevet mondtál? Sarah, el kell adnunk. A lótenyésztés nehéz szakma. Sok tanuló pénzt fizetne. Nincs szükségem a tanácsaira. Mindenkit utolér egyszer a múltja. Azt akarja, hogy adja el a ménest. Az lenne a legjobb. Mindenkinek. Úgy érti, magának lenne a legjobb. Emlékszel még az első kirándulásunkra? Kew Gardensba. Akkor is odaadtad a pulóveredet. Mert akkor is szakadt az eső. Egy óra alatt többet nevettem, mint előtte 10 év alatt. És...
Most már csak te vagy nekem. Hé! A jövőben is megóvlak az esőtől. A szerelmünk biztos fedél. Tökéletesen vízálló. Robert. Csak arra az esetre, ha Sarah el akarná adni. Van itt Devonban egy lókereskedő, Gordon Willis, és ő kapcsolatban áll minden nagy ménteleppel Angliában. Jó, de Sarahnak segítségre van szüksége. Még ha nem is akarja. Jó, mindjárt találkozunk a temetésen. Igen. Körülöleli a halál. Kinél kereshetnénk segítséget, hogy kegyelemhez jussunk? Csak is egyedül az Úrnál. Bánjuk vétkeinket, amivel megharagítottunk téged, Uram. Szent és kegyelmes üdvözítőn, te örökkévaló Isten, ne hagyj minket elsüllyedni a halál keserűségében. Fiad halála által megbocsátást ígértél bűneink alól, és menekülést az örök haláltól. Kérünk téged, hagyd meg nekünk a reményt, hogy nem halunk meg, csak elalszunk, és majdan az utolsó napon felkeltenek minket az örök életre. A te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Szellemmel uralkodik, és mindörökké élni fog. Arra kérünk, töltsd meg vígasszal azok szívét, akik most szenvednek. Adj nekik erőt, hogy vele nyugodjanak. Jack! Dr. Manley! Örülök, hogy sikerült ideérnie. A hívása után rögtön elindultam. A temetés után majd szerzek magának szállást. Megadom George barátomnak a végső tiszteletet, aztán megyek is tovább. Köszönöm. Miután a mindenható Istennek úgy tetszett, hogy visszarendelje testvérünket, George Athertont ebből az életből, Isten kegyelmébe ajánljuk őt, és testét Isten földjébe helyezzük. Föld a földhöz, hamu a hamuhoz, por a porhoz. Az örök feltámadás reményében, a mi Urunk Jézus Krisztus által földből vétettél, földé leszel újra. Jézus Krisztus ébreszt majd fel a legutolsó nap. Őszinte részvétel. Most még mellé doktor is. A múlt beárnyékol minden. Néhány nap, és ez a kísértet is elmegy. Remélem, igaza lesz. Őszinte részvétem. Köszönöm. Paul Manley. Jó barátja voltam az édesapjának. Ő tanított meg mindenre a lovakról. Sajnos nem emlékszem magára. Már rég elmente minden. Akkoriban még egy igazi kis bőgő masina volt, de amikor engem meglátott, mindig elhallgatott. Megyünk. Elnézést. Thank you.
előbb mindig kisimítani, mielőtt még egyet hajtogatunk rajta. Már 10 éve üzemeltetem ezt a klubot, anélkül, hogy bárkinek meg kellett volna mondania, hogyan kell egy vitorlát összehajtogatni. Kérem, vigyék be! Most minden a tiéd. Az egész klub. Gratulálok. Sokra vitted. Azt hittem, hogy a barátod George temetésére jöttél, és nem azért, hogy itt lábatlankodj. Miért nem mindkettő, hiszen nagyon régen nem láttuk egymást. Ez még nem ok arra, hogy itt lábatlankodj. Annak idején azt mondtad, jobban szereted a tengert, mint az embereket. Ma is így van még? Az emberek nem változtak azóta. Ezt meg honnan veszed? Kimegyek a tengerre. Ha megígéred, hogy nem lábatlankodsz, kiviszlek magammal. Rendben. Mi lesz most a lovakkal? Fogalmam sincs. Nem maradhatunk itt. Szeretném nyugodtan átgondolni az egészet. Sara, egy apának sincs joga ahhoz, hogy meghatározza a lánya jövőjét. Úgy beszélsz, mintha a védenced lennék. A méntelep úszik az adósságban. Az apám sohasem bocsátaná meg, ha eladnám a lovakat. Parnham House volt az élete. És mi van a te életeddel? Neked ott a munkád Londonban. Ne légy gyerekes. És hol valósítottad meg a vidéki orvosról szóló álmodat? Nem valósítottam meg. Hajóorvos lettem. Gondoskodom arról, hogy a gazdag hölgyek nem ulasszák el a kapitány vacsoráját, csak mert tengeri betegek. Nem rossz élet. Nem is tudom. Ha látom itt a partot, a kikötőt, a házakat, akkor... Amikor utoljára találkoztunk, még a kikötői házban laktál. Egy kis tetőtéri szobában. A szoba még mindig megvan. Megvettem a házat. Szentimentalizmusból? Lehet. Verd ki a fejedből a lovakat. Rendben. Állj meg, kérlek. Csak boldog szeretnék lenni veled. Igen, én is veled. De csak azzal tudok boldog lenni, aki megért. Körbe akartuk vitorlázni a világot, mielőtt betöltjük a 30-at. Jó, hogy nem tettük meg. Valószínűleg már Dublin előtt úgy összeveszünk, hogy ledobtalak volna a fedélzetről. De én utána dúztam volna. Azt hiszem, akkoriban tényleg megtetted volna. Még ma is megtenném. Miket beszélsz? Te is egyedül vagy, én is egyedül vagyok. Paul, ne is gondolj ilyesmire. Miért ne? Mert? Mert az útjaink már elváltak. Az utak újra összefuthatnak. A mieink nem. A legnagyobb szerelem is elmúlik egyszer. Ez butaság. Nyugodtan újra kezdhetnénk. Nem. Nem kezdhetnénk. És nagyon szépen kérlek, ne avatkozz bele az életembe. Tényleg nem változott semmi. Akkoriban sem értettelek, és ma sem értelek.
Valószínűleg te sem érted saját magad. Mikor megy a hajód? 3 nap múlva. Boldog vagy? Igen. Londonban hatalmas parkok vannak. Miért nem jöttök egyszerűen velem? Úgy beszél a lovakkal, mint az édesapja. Ő a hercegnő. Apa nekem nevelte fel. A halála nagyon megviselte, ugye? Igen. Lovagoljon ki, az majd kikapcsolja egy kicsit. Minden esetre engem kikapcsol. Maga se látszik túl boldognak. Volna kedve eljönni vele? Nem csak el akartam búcsúzni, már útban vagyok Plymouth felé. Velem kell jönnie. Megint bőgő masina leszek. Ismeri a rózsaszirtet? Oda fent a föld nyelven? Már szinte semmit sem ismerek itt. 8 éves voltam, amikor anya meghalt, és azután rögtön internátusba kerültem. Akkor most megmutatom magának a világ legszebb helyét. Tudom, hogy szeretjük egymást. Miért lenne vége egyszerre mindennek? Csak néhány méter gyalog. Szerelmes párok évszázadok óta itt esküsznek egymásnak örök hűséget. Minden párral egy virággal több nyílik. Magának is nyílt itt rózsa? Igen, de letépte a vihar. Tessék, visszaadom magának. Köszönöm. Mindig ezen a környéken szerettem volna rendelőt nyitni. És mi akadályozta meg? Az élet. Green doktornő utódot keres a rendelőjébe. Már is felhívhatjuk, csak igent kell mondania. El akarja adni a lovakat? Sajnos nem értek a lovakhoz. Minden megtanulható. Csak igent kell mondania. Köszönöm. Viszont hallásra. Green doktornő holnap reggel 9-kor vár a rendelőjében. Ez nagyszerű. Közelebbről is meg akar ismerni. Még nincs más jelentkező. A rózsa szerencsét hoz. Jó napot! Jó napot! Mellé doktor néhány napig itt marad nálunk. A sarokszobát ajánlottam neki. Reggeli 7-től 9-ig. Nagyon köszönöm. Lehet, hogy tovább marad itt, mint mi. Írtam egy adásvételi szerződést. Gordon Willis a legjobb nevű ménesügynök. A bankreferenciái kitűnőek. De én egyáltalán nem ismerem ezt a Willist. 2 millió fontot fizet.
Ebből kifizetheted az adósságot, és még marad is valamennyi. Minek ez a nagy sietség? Bocsássanak meg, hogy beleszólok, de a lovak nem futnak el. Maga ért a lókereskedéshez? Parnham House Anglia egyik legjobb hírű ménytelepe. A lovak egész biztosan sokkal többet érnek. Nekem aztán vagyonokat is kínálhatnának érte, ilyen értéket sosem adnék el. Na igen, más emberek dolgaiban mindig könnyű dönteni. Remélem, nem hagyod magad befolyásolni. Minél tovább várunk, annál nehezebb lesz tartani az árat. Azt hiszem, nem szereti, ha nem úgy van, ahogy ő akarja. Green doktornő. Jó napot. Parancsoljon. Mi történt? Attól tartok, hogy a kísértet mégsem távozik egyhamar. Hogy érti ezt? Mellé doktor érdeklődik a rendelőm iránt. Nem lehet. Pedig komoly pályázó. Nem utasíthatom vissza, csak mert maga menekül a múltja elől. Nem menekülök a múltam elől. De igen. Azt akarja, hogy Miss Atherton tűnjön el innen, amint csak lehet. Dacára, hogy megígérte az apjának, hogy marad. És most mellé, doktor. Én a maga oldalán állok, Barbara. Tudja jól, mindig is pártoltam, de Mr. Atherton meghalt. Szint kell vallania. Nem tudom, miről beszél. Használja ki a lehetőséget. Nem megy. Miért nem? Mert... Majd én megmondom miért. Mert fél az igazságtól, gyermekem. Meg kell értenie, hogy az utódomat a legnagyobb gonddal választom ki. Ennyivel tartozom a betegeimnek. Igen, persze. És? Kiállom a próbát. Képes lesz rá? Annak ellenére, hogy sosem dolgozott vidéki orvosként. A betegségek a tengeren is ugyanazok. A babák ott is előszeretettel éjszaka jönnek a világra. Igen. És van még valami. Én kiköltözöm apartmenti házamba. Ez azt jelenti, hogy ezt a házat itt és a hozzátartozó birtokot is át kellene vennie. A ház nagyon értékes. Az anyagiak nem jelentenek magának gondot, ugye? Nem, persze, hogy nem. Itt az összes papír. Nagyon okos volt magádon, hogy ilyen gyorsan döntött. Zuhannak az árak, borzalmas. A kocsiját is az üdvhadseregtől kapta. Jó reggelt, Miss Atherton. Szabad megkérdeznem, hogy ön kicsoda? Ő Mr. Willis. Egy aláírás és 2 millió fonttal gazdagabb vagy. Nem értem. Mr. Willis már aláírta. Megmondtam neked, hogy nem akarom eladni. Azt mondtad, hogy szeretnéd még egyszer átgondolni. Aztán jön ez a mellé doktor, és te bedőlsz neki. Pillanat, mit jelentsen ez? Maga azt mondta nekem, hogy mindent tisztáztam. Tisztáztunk is mindent. Sarah, tudod jól, hogy nem tarthatjuk meg a lovakat. Kérem, távozzon innen. Ezt nem teheted? De igen. Nagy hibát követel, Miss Atherton. Tűnjön el innen. Sarah. Mr. Willis! Mr. Willis! Felejts el! De hát meg akarta venni. Még mindig akarom. Ettől megszabadultunk.
Tőle nem, ha megsértődik valakire. Szerzett egy ellenséget. A kezességgel semmi kockázatot nem vállalnál, hiszen tudod, milyen jól megy a rendelő. Na igen, hajóorvosként az ember nem keres vagyonokat. És 200 000 fontot kér a házért. Sajnálom, de nem megy. Miért nem? Mindig is itt szerettem volna praktizálni. Annak idején elhagytál, és én elmentem innen, rendben. De most van egy lehetőségem. Minden áldott nap összefutnánk. Na és ez akkora baj? Igen. Örültem, hogy látlak. De ennyi, és nem több. Miért akarsz tőlem mindenáron megszabadulni? Egyszer már elmentem. Ezúttal maradok. Valahogy megszerzem a pénzt. Ez az én ügyem, uram. Nincs változás az időpontban. Legkésőbb hétfőre otthon vagyok. Ahogy gondolja, uram. Milton valóban jó ügyvéd. Köszönöm. Viszont. Most Milton fogja védeni az államtitkárt. Nem tehetek róla, hogy meghalt az apám. De arról tehetsz, hogy hagyod magad befolyásolni ettől a doktortól. Te rohantál le! Honnan került ide ez a Willis ilyen váratlanul, és honnan szerezted ezt a nevet? Istenkém, itt ő a legismertebb kereskedő. Két napja még biztosak voltunk benne, hogy semmi nem választhat szét minket. Sarah, nem akarom, hogy veszekedjünk. Akkor ne rendelkezz velem, kérlek. Hová mész már megint? Bevásárolni. Jössz velem? Nem. Paradicsomok szinte ránevetnek az emberre. Csak is magára. Amiszen mellé. Mennyit parancsol? Fél kilót. Átnyergelek zöldségesnek. Hogy? A rendelőből sajnos nem lesz semmi. És miért nem? Tessék, a rózsa ugyan segített, de sajnos nem eléggé. A régi nóta. A bank csak akkor ad kölcsönt, ha hozom a megfelelő biztosítékokat. Nincsenek barátai, akik segíthetnének? Azt hittem, van valaki. Miss Harding. Miss Harding? Igen, már nagyon régóta ismerjük egymást, de nyilván áltattam magam. Miért? Már réges-rég feladtam, hogy meg akarjam érteni a nőket. Veszek én a kezeset. Mit mond? Igen. Az Atherton név még mindig jól cseng itt. A telep ugyan eladósodott, de a lovak nagyon sokat érnek. Ezt nem fogadhatom el. Ne ellenkezzen. Köszönöm. Mit csinál? Csak látni akartam, hol vannak a szárnyai, hiszen az angyaloknak vannak szárnyai. Angyalom! Sülő lesz vacsorára. Szereti, ugye? Nagyon. De előbb elmondom Green doktornőnek a jó hírt. Szinte semmink sincs, már zabra takarmányrépára volna szükségünk. Felhívtam őket, de amíg egy fillért nem látnak... Ki ül a hal? És a lovak éhen halnak. Itt senki nem fog éhen halni. Erről gondoskodom. A fő, hogy a légynek ízlik a hal. Mesélni akart valamit a kapitány vacsoráiról. Ja, igen, persze. A kapitány vacsoráját három témával lehet átvészelni. A tegnapi időjárással, a mai időjárással és... a holnapival? A holnapi vacsorával. Ha majd gyakrabban jön el hozzánk vacsorázni, ki kell bővítenie a témakörét?
Mit szólna a zöldségtermesztéshez? Nem rossz. Van valami, amiről tudnom kéne? Mellé, doktor, itt maradt Harrigan-ben. Átveszi Green doktornő praxisát. Miss Atherton a mentőangyalom. Ő lesz a kezesem. Tessék, Sarah lesz mellékezese. Jó, de... Igen, köszönöm, Green doktornő. Ő ajánlotta fel. Miért ne fogadnám el? Mert neked nem tetszik. Csak úgy a két szép szemedért? Nem bírod elviselni, hogy valaki segít nekem. Ne beszélj butaságot. Nincs rejtegetni valóm. Az egész teljesen ártatlan. Jó reggelt! Ó, elnézést, nem tudtam, hogy beszélgetnek. Nem, jöjjön csak be! El akartam csábítani. Igen? A rózsaszirthez. Remek. Akkor felnyergelem a lovakat. Ártatlan az egész. A rózsaszirthez lovagolsz vele. Letépsz egy rózsát. Egymás szemébe néztek. Aztán a fülébe suttogod, hogy szeretlek. Ahogy nekem is egykor. Nagyon eredeti. Barbara Harding féltékeny. Nem vagyok féltékeny. Ha nem? Ez a pillantás ismerősnek tűnik. Mit akart magától, Miss Harding? Asszisztens női állást. Szó se lehet róla. Talán baja van vele? Valami nincs rendben körülötte. Sajnálom, Mr. Willis, de nem tehetek semmit. Miss Atherton-i a kizárólagos üzleti jog. Mit jelentsen az, hogy nem lesz itt boldog? Mr. Willis? Miről beszél ez? Tudni sem akarom. Süthetek tortát is a lovaknak, de maga veri hozzá a habot. Nem takarmány megrendelő vagyok, hanem ügyvéd. Ez az. Legalább jól tud mellé beszélni. Csak fel kell hívnia és úgy csinálnia, mintha tudnánk fizetni. Itt a számuk. Jack, már fél éve nem fizettünk. Ezt nem hiszik el nekem. Amíg nem hívja fel őket, nem engedem ki innen. Robert le akart rohanni. Pontosan tudta, hogy nem akarom eladni ennek a Willisnek. Elvileg örülnöm kéne, hogy törődik velem, de... De? Mindig csak a saját szemszögéből látja a dolgokat. Engem nem ért meg. Valahogy mindig gyengének érzem magam mellette. Maga erősebb, mint gondolná. A pillantása... Mi van vele? A pillantása emlékeztet valakire. A rózsára, akit letépett a vihar. Valamikor magának is nyílik majd új rózsa. A hercegnő csodálatos látvány. Köszönöm a bókot. Hédné, leúszhatom a csizmádat? Igen. Akkor lássunk neki. Mr. Manley. Igen? Telefonon keresik. Köszönöm. Manley. Igen? Még ma?
Jó, rendben, csak átöltözöm és megyek. Igen. Köszönöm. Mrs. Green beszélni akar velem. Mit akar még tőled? Valószínűleg megvan az első betege számomra. Bocsáss meg. Remélem, nem előlem fut el. Paulnak be kell mennie a városba. Paul? Igen, Paul. Először meghívod ide lakni, aztán kezeskedsz érte. És cserébe most letegezheted. Nem muszáj itt maradnom. Nem. Nem muszáj. Minden nap új számlák érkeznek. Nem húzhatod ki a kocsit egyedül a sárból. Paul majd segít. Vagy úgy. Én itt csak az ötödik kerék vagyok. Ahogy gondolod. Ég a salma kaza! Igaz is, táló is? Még nem, de ki kell hozni a lovakat. Hercegnő, hol van? Még oda bent. Kihozom. Itt maradsz. Robert! Ne csináljon butaságot, megfullad! Robert! Fogadnék, hogy Willis van-e mögött. Magára akar ijeszteni. Robert! 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 Kérlek, gyere ki! Istennek az istállónak semmi baja. Ha tényleg igaz, amit Jack mond, akkor ez az én hibám. Alaposabban kellett volna informálódnom erről a Willisről. Nagyon féltettelek. Ez volt a legkevesebb, amit tehettem. Tényleg csodálatos tűzoltó vagy. Köszönöm, Robert. Ugyanazokon nevetünk. Néha még ugyanazt is álmodjuk. Mielőtt megismertelek, nem hittem volna, hogy lesz valaki, akivel megosztanám az életemet. Félek, hogy elveszítelek. Figyelj csak, holnap bérelünk egy hajót, és kimegyünk a tengerre. Csak mi ketten. Vagy hívjam ki pár bajra mellé doktort. Nem gondoltam, hogy képes megtartani egy tűzoltóslagot. Csatlakoztatni is tudom. Ellentétben magával. Ajaj. Erre jót kell. Meg akar ölni? Mindenki hálás lenne érte. Mondtam magának, hogy tartozom annyival a betegeimnek, hogy az utódomat a legnagyobb gonddal választom ki. De hiszen megígérte. Igen, tudom, de a dolgok megváltoztak. Ilyen gyorsan?
akadt egy másik jelentkező. Igen? Barnes doktor. Exeterből. Maga a szóbeli ígéretet tett nekem, doktornő. Igen, igen, persze, persze. De gondoljon csak bele. Barnes doktor 20 évvel fiatalabb. Mi ez az egész? Ide rendel és valami Barnes doktorral áll elő. Ez nevetséges kifogás. Nekem akart adni a rendelőt. Mi történt? Talán elbeszélgetett egy bizonyos Miss Hardinggal? Mi ez az aljas intrika? Miért akarsz engem minden erővel elűzni innen? Szeretem irányítani a történéseket. És ezért kell Green doktornőnek hazudnia? Istenem, de piti dolog ez. Úgy érzed, veszélyes vagyok rád nézve. Nem akarok már tőled semmit. Csak egy rendelőt akarok. Teljesen felesleges, hogy így becsavarodj. Holnap megy a hajód. Ne késd le. Nélkülem kell elindulnia. Itt maradok Heligenben. És valamikor lesz rendelő is. Akár tetszik, akár nem. Ne vidd túlzásba Sarával. Mit jelent az, hogy ne vidd túlzásba Sarával? Mert túl fiatal hozzád. És mi között hozzá? Sarah egy csodálatos kislány. Féltékeny vagy rá. Dehogy. Akkor miért avatkozol bele? Valami nem hagy békén. Micsoda? Szörnyű hibát követtem el. Reméltem, hogy soha nem kell elmondanom senkinek, de te rákényszerítesz. Sarah az én lányom. Az anyámat baleset érte. Aztán apám hirtelen halála, és most majdnem leégett minden. Néha úgy érzem, hogy átokül a családunkon. A képeken mindig olyan vidáman mosolygunk. Az ember azt hinné, hogy boldog család voltunk. Nálunk ez pont fordítva van. A képeken úgy nézünk ki, mint akiktől ellopták a csokoládét. Pedig remekül megértettük egymást. Mint mi. Igen, viszonyom volt Sarah apjával. És azért hagyott ott, mert a felesége gyereket várt. Azt már el sem mondtam neki, hogy én is terhes vagyok. És aztán 3 nap különbséggel megszülettek a kislányok. Rita gyereke rögtön a szülés után meghalt. Szörnye megviselte. Főleg miután megtudta, hogy többé nem lehet gyereke. És számomra ez olyan volt, mint a sors keze. 18 éves voltam. Nem volt semmim, egyedül éltem. Gondoltam, ha Sarah az apjánál nő fel, akkor védve van, és mindent megkap, amit kell. És Rita is beleegyezett. Úgy tűnt, még az sem érdekli, hogy a férje az apa, sőt, ellenkezőleg. És George sosem tudta meg. Csak Green doktornő tudott róla. És hivatalosan azt mondtuk, hogy a gyerekem meghalt. És George meg te? Vége volt, soha többé nem beszéltünk egymással.
Sajnos aztán minden máshogy történt, mint ahogy reméltem. Rita depresszióba süllyedt, és én nagyon gyorsan rájöttem, hogy hibát követtem el, de már túl késő volt. Már nem tudtam visszacsinálni. Nem sokra rá megismertelek téged. De... rosszkor történt az egész. Szerettelek. Nagyon szerettelek. Akkor miért küldtél el? Gyávaságból. Szégyeltem magam. Féltem, hogy elítélsz majd, ha megtudod. És most azért mondtad el, mert aggódom Sarahért. Te nem szereted őt igazán. Ne tedd boldogtalanná. Ez hadd legyen az én gondom. És látok, hogy volt. Az én apám csak egyszer váltál. Amikor a nyakába öntöttem a forró csokoládét. A mai napig fedezékbe vonul, ha meglát egy csészével. Alig várom a holnapi kirándulást. Valami baj van? Igen, 9-re jön az állatorvos, teljesen kiment a fejemből. Az lenne a legjobb, ha előre mennél, és fél óra múlva megyek én is. Jack nem tudja elintézni. Jobb, ha én is ott vagyok. Ha 10-re nem vagy ott, egyedül futok ki a tengerre. Valami gond van? Green doktornővel? Igen, meggondolta magát is. És egy fiatalabb orvost akar a rendelőbe. Mi ez a marhaság? Ha fiatalabbat akar, akkor legyen neki a fiatalabb. Majd én beszélek vele. Ne, felejtsd el. Erről szó sem lehet. Most már nem adhatod fel. Majd mi megmutatjuk neki. Helligen nem hoz nekem szerencsét. Ezt mondd még egyszer. Én vagyok. Mondja John, az az állatorvos még mindig ott van? Csak holnap jön. Kérem, adja ide Miss Sarahát. Mellé doktorral. Köszönöm, John. Köszönöm. Robert, olyan képet vág, mint a tehén, ha villámlik. Úgy is érzem. Ki akar hajózni? Hát persze. De ne egyedül. Vigyen magával valakit. Ne aggódjon!
Szerencsét hozok, erőt adok. Ezt mind te mondtad nekem tegnap. És? Ma már nem igaz? Én még mindig ugyanaz vagyok. Életemben először érzem úgy, hogy valaki igazán szeret. Ez csodálatos érzés. Sajnálom. Nem akarok többé lemondani erről. Beszélek vele. Az angyalod vagyok, és te a mennyországom. El, mire gondolsz? Most már tudom, hogy annak idején miért hagytam abba a bömbölést. A szemed miatt. Megszünteti a félelmet. Miss Sara! Mi történt? Miss Harding telefonált. Robertet baleset érte a hajón. Vannak a takarók. Megsérültél? Nem tudtam, hogy állatorvos is. Sajnálom! Én is. Azért inkább megvizsgálnám. Nem kell. Nem olyan rossz a helyzet. Akkor is. Szerencsére nem volt még messze, így legalább gyorsan segíthettünk. Köszönöm. Két férfi sok egy nőnek. Legalábbis. Én csak egyet akarok, aki megért. Néha az az érzésem, hogy az anyám rám hagyta a boldogtalanságát. Szerel. Azt hiszem, el kell mondanom valamit. Igen. Semmi. Menjünk és gondoskodjunk Robertről. Te is jössz? Igen, mindjárt megyek. Nem mondtad el neki? El akartam, de nem megy. Egyszerűen nem bírom. Most nem. Ez nem lehet igaz. Tényleg azt hiszed, hogy szereted? Bűnhődjek azért, mert te egyszer hibát követtél el. Mindketten kerestetek valakit, aki bátorságot ad. De ez még messze nem szerelem. Sara a magányos lélek, és te vagy az oltalmazója. Talán csak azért magányos, mert nem tudja kicsoda. És ez a te bűnöd. Hagyod, hogy a születése óta hazugságban éljen. Ez volt az első alkalom, hogy hazudtál nekem. Legalább csinálj úgy, mint akinek eszébe jut valami mentség. Aggódtam Paulért. A rendelő miatt, mert... Utálom, ha valaki hülyét csinál belőlem.
kivesz egy hotel szobát. Keresünk vevőt a lovakra. És jövő héten megint ott ülünk az íróasztalnál. Ha megengedik. Sajnálom, de ha te nem fejezed be ezt az őrültséget, nekem kell megtennem. Nem. Egyedül mész Londonba. Szakítunk. Hogy érted ezt? Úgy, hogy szakítunk. Ropogósra sült galambpecsenye. Engedje szabadon. Ugye ez nem komoly? De. Oké, vasárnaponként nem megyek többé a klubba, és reggelinél odaadom az újság felét. Robert. Nem értem. 3 éven át boldogok voltunk. És aztán... Mit tud ez az átkozott pól, amit én nem? Tudom, hogy mindent megteszel, értem. Nagyon sok közös vonás van bennünk, de... Hiányzik belőled valami. De micsoda? Egy nagy gyerek vagy. Mindig azt teszed, amit te helyesnek tartasz. Nem ismered a kételyt. Ezért azt sem látod, ha mások kételkednek. És Paul? Paul komolyan vesz. Megérzi a félelmeimet, és segít megszabadulni tőlük. Nem értem. Döntenem kell. Nem akarom, hogy még nagyobb baj történjen. Hidd el, jobb lesz ez így. Holnap reggel elutazom. Valaha körbe akartuk vitorlázni a világot, mielőtt betöltjük a 30-at. Jó, hogy nem tettük meg. Valószínűleg már Dublin előtt úgy összeveszünk, hogy ledobtalak volna a fedélzetről. De én utána nyúztam volna. Azt hiszem, akkoriban tényleg megtetted volna. Még ma is megtenném. Azt mondja, csak akkor pakol le, ha minden számlát kifizetünk méghozzá itt és most. Azt hittem, Robert beszélt a főnökével. Arról volt szó, hogy ad egy kis haladékot. De a barátja Willis nem. Nyomást gyakorol a takarmányellátó cégre. Valószínűleg már új vevője is van a lovakra. Már csak 2 zsák van a raktárban. A taxi minden percben itt lehet. Tessék, ha elkapna az eső. Majd jelentkezem. Inkább ne. Kár, hogy nem adtál esélyt a nagy gyereknek, hogy felnőjön. Elutazik? Belevetem magam a munkába. Mielőtt butaságot csinálnék. Beszéljen vele maga is. Már nem az én időm. Mi történt? Szakítottam vele. De... Nem akartam hazudozni. Jobb ez így. Figyelj, tudom, mit csinálok. Szarab,
Mi a baj? Semmi. Sajnálom, de nem vár tovább. Nem beszélnél vele te? Hé, mit csinál? Ezt nem teheti meg. De igen, megteheti. Miért viselkedsz egyszerre ilyen furcsán? Rossz a lelki ismereted Robert miatt? Is. Sarah, a nő, akiről beszéltem neked, nem mondtam el a teljes igazat. Nem költözött el, megint találkoztunk. És ki az? Miss Harding, ugye? Azt hittem, már elmúlt, de... És én voltam a szükségmegoldás. Ez nem igaz. Az angyal megtette a dolgát. Te megpróbáltál segíteni nekem, és én megpróbáltam segíteni neked. És most? Visszamegyek megint a hajóra. Tehát semmi rendelő Heligenben? Vannak álmok, amelyek sajnos azok is maradnak. Álmok. Paul. Mégis meddig halogassam még? Mellé doktor egyértelműen a legalkalmasabb jelölt. Maga orvos. Nincs valami gyógyszere a le nem győzött múlt ellen? De van. Az igazság. Na, igen. Szívből gratulálok. Sikerült mindent tönkre tennie. Felhergelte Robertet, hogy adja el a lovakat annak a Willisnek. Aztán megakadályozta azt is, hogy mellé doktor megkapja a rendelőt. Annyira elkeseredett, hogy most visszamegy a hajóra. És nekem már nincs senkim. Mindenki saját maga dönt a sorsa felől, maga is. Úgy beszél, mint egy anya, aki már nem tudja, mit mondjon a gyerekének. Én ezt nem akartam, sajnálom. Adjon engem békén! Mindenbe beleavatkozik, amióta itt vagyok Heligenben. Nincs hozzá semmi joga! Azt hiszi azért, mert 100 évvel ezelőtt viszonya volt az apámmal, minden megengedhet magának? Sarah! Ha fejezze be! Szeretném, ha soha többé nem hallanék magáról. Meg kell magyaráznom valamit. Eladom a lovakat. Most megkapta, amit akart. Mr. Willist kérem. Miss Atherton, sikerült, amit akart. Jöhet a lovakért. A hercegnőt is. Igyekezzenek egy kicsit, ha szabadnak kérnem. Tessék az átvételi elismervény. A lovak holnap mennek tovább Mr. Baileyhez. Végeztünk is. Szere, kérem, gondolja meg. Az apja úgy ő szerette már halott, volna... és a lovak most az enyémek. Mit keres itt? Hiszen maga akarta, hogy adjam el a lovakat. Kizárólag csak arról van szó, hogy maga mit akar. Induljanak.
Most mit csinálunk? Van még két zsák zabunk, főzzön belőle valami vacsorát. Ez ízetlen volt. Mint a főztje. Hallgasson ide, Robert! Nem szabad elutaznia. Mellé, doktor. Mit akar tőlem? Beszélnem kell magával. És mégis miről? Még visszaszerezheti a lovakat. Nem akarok többé lovat. Nem akarok többé senkit. Hagyjon már békén! Biztosan csodálkozott, hogy miért mentem oda magukhoz, amikor az apja meghalt. Valami fontosat akartam elmondani magának, mert aggódtam a további élete miatt. Sosem láttam magát azelőtt. De igen. De az már régen volt. Tessék. Ez meg ki? Ez te vagy. Én vagyok az anyád. Jó, nem lett volna szabad lemondanom rólad. De féltem, hogy nem bírom majd. És azt hittem, neked ez lesz a legjobb. Ma már tudom, hogy csak gyávaságból tettem. Az apád sosem tudta meg, hogy az én lányom vagy. Anya, ezért volt olyan boldogtalan. Igen. Ez mindig kettejük között állt. És mivel az apád nem tudta, nem segíthetett. De Rita szeretett. Mint a saját lányát. Az utóbbi időben az volt az érzésem, hogy talán elfelejthetem az egészet. És ezért is akartam, hogy visszamenj Londonba az apád halála után. De most... Most már sehová nem tartozom. Paul elment. És Robert is. Most már tudod, hogy ki vagy. Gyáva voltam, elmenekültem az igazság elől. Ne kövesd el ugyanezt a hibát. Kérlek. Manley doktor szerint még egyszer meg kéne beszélnünk mindent. Sarah, kérlek, maradj itt. Hagyjátok, most magának kell eldöntenie, hogy mit csinál. Megmondtam neki. Thank you.
Nem panaszkodhat, Mr. Bailey. 3 millió. Még mindig kedvező ár. Ahogy vesszük. De mit meg nem tesz az ember nihány teli bérlóért? Nem adom el a lovakat! Jönnek vissza Farnham House-ba! Ne csináljon ostobaságot, ifjú hölgyem! Ez remek üzlet! Én mégis lemondok róla! Mégis hogy képzeli ezt? Gyerünk! A szerződés az szerződés! És a gyújtogatás az gyújtogatás! Mit akar ezzel mondani? Maga megfenyegetett. Felgyújtotta a szalmakazlakat és elintézte, hogy ne kapjunk több takarmányt. Maga megőrül. Ne játssza meg magát. Bár nem tudom bizonyítani, de egy órán belül ott vagyok a szerkesztőségben. És holnapra ekkora betűkkel ott lesz a címlapon. A híres lókereskedőnek minden eszköz megfelel, hogy kikényszerítse az eladást. Magának örökre vége. Már aggódtunk, érted, de Jack mondta, hogy útban vagy ide. Vissza kellett hoznom a lovakat. Sarah... Azt hitted, beleszerettél a lányba, mert még mindig az anyját szereted. Talán igazad van. Ugyanaz a pillantás, ugyanaz a mosoly. Valóban elvarázsolt, de bárhogy is, Robert nagyon szeret téged. Próbáljátok meg újra. Köszönöm. Olyan boldog vagyok, hogy visszahoztad a lovakat. Tartoztam ezzel apának. Végig igazságtalan voltam vele. Bocsáss meg. Most már egyedül is elboldogulok. Igen. Ahogy te is. Megengedi, hogy kocincsak Farnham House új úrnőjével? Köszönöm. Tudja, hol találja a poharakat? Pimasz volt, és az is marad. Az új főnöknőmre. Igen, a barátságukra. Kocintás nélkül is nagyon finom. Valóban. Mit csinálsz te itt? Kitakarítok. És mikor mész Londonba? Nem tudom. És veled mi lesz? Itt maradok. Akarod, hogy én is maradjak? Te ügyvéd vagy, és nem istáló fiú. Megtanulhatom. Csak rajtad múlik. Még mindig Paul miatt. Tudod... Nagyon össze voltam zavarodva. Egyszerűen szükségem volt valakire, aki megért. És te hirtelen olyan messze kerültél tőlem. Aztán jött Paul. Sajnálom. Annyi minden történt. Most még egy új anyám is van. Fogtok találkozni? Megpróbálunk barátnők lenni. Hát igen. Maradj velem. Biztos vagy benne? Szeretlek. Thank you.
Hétfőn jön az első páciensem. Reggel 7-kor. És mi lesz a jómódú hölgyekkel a hajón? Elmulasztják a kapitány vacsoráját. Hogy is volt? Még ma is boldogan utána dúsznék. Már nincs rá okot, hogy elküldj. Már semmi nem áll köztünk. De igen. 26 év. Minden este kimegyünk a tengerre és bepótoljuk. Miért nem? Túl sokáig mentem ki egyedül. Az embernek erőre van szüksége, hogy együtt éljen valakivel. Azt hiszem, nekem már nincs erő. Vagy van? És ha a vihar leszakítja a rózsát, a pár is szakítani fog egymással. Ha igazán szeretik egymást, nem kell félniük a vihartól.